76 torontói olimpia. Ez aranyérem. Ez Braille leírás, a vakok is el tudják olvasni, ugye? Sokan nem tudják, de ez a karok nélküli férfi egy magyar olimpikon, egészen pontosan egy olimpiai aranyérmes. Tauber Zoltán asztali teniszben bizonyult a világ legjobbjának 1976-ban a torontói paraolimpián. Sajnos érmének azóta sem tud teljes mértékben örülni, és hogy miért, arról egy kicsit később. Zoltán 1934-ben Kopházán született. 10 éves korában, a II. Világháború idején, a többi hazai sohanccal együtt az volt a szórakozása, hogy elhagyott és fel nem robbant lőszereket szedett darabokra. Ma sem tudja, hogy miért, de ez egy igen közkedvelt szórakozás volt akkoriban. Miért szedték szét? Csak úgy? Ahogy gyerekek játszottunk este, egy kis tűzijáték. Ilyen pirománia. Tauber Zoltán 11 éves korában veszített el mindkét kézfejét. A balesetet követően a mozgásjavító általános iskola és diákotthonba került, a volt nyomorék gyermekek országos otthonába. Sérültként itt ismerkedett meg a sportolás lehetőségeivel, megtanult asztali teniszezni, úszni, de még kerékpározni is. Elmentünk májusi cseresznye. Mielőbb elindultunk, anyám azt mondja, Zolikám, ha hozzányúlsz a lőszerhez, levágom mind a két kezedet. Teljesítettem. Előre megérezte. Zoltán alkarjával egy légvédelmi rakéta végzett, ami a kezében robbant fel. A közelben oroszok cseresznyéztek, akik először végezni akartak vele, de később mégis megkegyelmeztek a vérzőkezű kisfiúnak, és a közeli vasút állomásra vitték őt. Akkor már tanulmányoztam az idegeket, mi vezérelni az ujjakat, ugye. Tehát akkor leszakadt a keze? A darabokban volt a csukló, minden. Zoltánt végül egy soproni katonai kórházban szovjet orvosok műtötték meg. Ma pedig ő a magyar fogyatékos sportolók egyike, aki az asztali teniszezés révén mindig felhívta a figyelmet arra, hogy a sport mindenkié, és ha az ember akarja, akkor igenis leküzdhetőek az akadályok. Ortopéd kórház iskola, ott jártam ki a 8 általánost, de látom, ott pingpongoznak a nagyok. Mondom, kipróbálhatom? Ütöttem kettőt. És hogy tudta megfogni az ütőt? És azt mondtam, ez fog nekem menni, így két kézzel. Tauber Zoltán első világbajnokságát 1975-ben Franciaországban szerezte meg. És ahogy azt korábban is említettük, ő lett 1976-ban a Torontóban megrendezett paraolimpia egyik nagy vesztese, azáltal, hogy a magyar csapatot, amely először vett részt a játékokon, politikai okokból 3 versenynap után hazahozták. Magyarország visszalépésének, pontosabban visszaléptetésének következtében hazánkat törlik a résztvevők sorából. Így aztán az ő eredménye is törlésre került. 1980-ban Magyarországot meg sem hívják a következő parajátékokra, így Zoltánnak alkalma sem volt megismételni a torontói eredményét, ahol a döntőt egy 10-es kategóriájú sérülten játszotta, a svéd Ake Petersonnal, akinek csak az egyik keze hiányzott. De abban az időben még nem voltak szigorúak a szabályok, úgyhogy összekerültem vele. Na, meg ne siessünk annyira. Ugyanis korábban Ake Petersonnal már volt szerencséje játszani Tauber úrnak, de akkor kikapott tőle. Egy hónap múlva kivel találkozok a döntőbe, éjfélkor, a torontói olimpián, Ake Petersonnal. Ő szervál, 5-0 javára. Én szerválok, 5-5. 2-0 javamra. Álljunk föl a dobogóra, himnusz. Valamit megérezte megint előre. Látom, piros-fehér-zöld zászló, rajta a vörös csillag. Na, forduljunk a közönség felé, nekem az oroszokból elegem volt. Így hiába lógott a nyakában Tauber úrnak az olimpiai arany, mégsem büszkélkedhetett vele. Sőt, hosszú évek alatt még beszélnie sem szabadott róla senkinek. De miért? Politikai diszkrimináció. Moszkvában jött a telefon.
azért vissza kell adni az érmeket? Az érmeket nem kellett visszaadni, mert én azonnal el is dugtam az okniba, hogyha véletlenül visszakérnék, nehogy, nehogy visszaadjam, de ahogy adom vissza. Az érmet bár nem kellett visszaadnia, de Tauber Zoltánt a politikai bojkott miatt nem illette meg az életjáradék, ami minden olimpiai bajnoknak azóta is jár. Mindenki megkapta, csak a 76-os olimpián az első nap a látássérült nem kapja meg, meg én, ketten vagyunk. Tehát ez egy tengerbe egy csepp. Tauber Zoltán olimpiai aranyérme mellett számtalan magyar bajnoksággal és nemzetközi sikerrel is büszkélkedhet. A jelenlegi sportpolitika számára bár megkecsegtette azt a lehetőséget, hogy mégis megkaphatja az 1976-os torontói aranyérmért járó életjáradékot, ami mind a mai napig nem következett be, sőt, az önhibáján kívül történt eseményekért politikai rehabilitációt sem kapott. Ugyanakkor a Magyar Paraolimpiai Bizottság elismeri, hogy Tauber Zoltán tényleg Magyarország első paraolimpiai aranyérmese. Zoli bácsi jelenleg a főváros 11. kerületében, 6. emeleti garzonlakásában él. Teljesen egyedül. Gyermekei nincsenek, sőt nemrég veszítette el feleségét is, akivel több mint 30 éven keresztül éltek boldog családi életet. Megmutatja a fotóját? Íme. Itt van, tessék, itt van. Ez a legszebb fotói. Ez meg ugye olyan esküvő környékén készülhetett. Uh-huh. Ha valaki mozog, sportol, az egészségre nevelés fontos eszköze a sport. És ezt mindenkibe bele kell plántálni. Zoltán lendülete mind a mai napig töretlen. A cipőfűzésen kívül mindent el tud végezni, mos, főz, vasal, takarít, bevásárol, sőt autót is vezet, akár csak egy egészséges ember. Ott tanulta meg vezetni, a körút keres közepén a legnagyobb forgalomban. De hogy tudja forgatni a kormányt? Hát Stuttgartban csinálták a forgatóberendezést teljesen ingyen. Kimondottan mozgássérültek részére. A 77 éves paraolimpikon a napot általában a Gellért fürdőben kezdi, mondja, ahol egy kis masszást is igényel. Majd irány az edzőterem, ahol mindig talál játszótársat magának. Most éppen Uzsorás Gyula barátjával megy edzeni, aki szintén mozgáskorlátozott. De ahogy azt látni fogják, az ő játéka is fenomenális. Chop!